Nyúlgát, vagyis ideiglenes töltés készül éppen. Ez volt a gyakorlati forduló egyik feladata. A vízügyi ágazatos diákok országos tanulmányi versenyének döntőjét tartották Nyíregyházán, ahol a két nap alatt nem csak terepen, hanem elméletben is vizsgáltak a fiatalok. Idén 5 intézményből 11 tanuló mérte összetudását. A versenyt a belügyminisztérium felhívására rendezik meg minden évben. A visszajelzés mindenféleképpen a tanulóknak, a tanároknak, a felkészítő tanároknak és az iskoláknak is az a teljesítmény, ami egy ilyen versenyen megszületik. Másrészt pedig én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ez a versenyhelyzetnek a lényegét és a szellemét megérezzék a diákok, hiszen egy ilyen versenyen nagyon sok olyan új kompetenciával gazdagodnak, amelyek egyrészt fejlesztésre szorulnak, másrészt pedig a hétköznapi életben, a munkájuk, a pályájuk során nagyon-nagyon komoly szükség lesz rájuk, hiszen a versenyszféra benne is van nevébe, nem szól másról, mint a versenyről. És én azt gondolom, hogy aki egy ilyen megmérettetésen hozzászokik ehhez, annak, ha amikor majd kikerül nagybetűs életbe és elkezdi a szakmai pályafutását, mindenféleképpen előnyére szolgálhat. Az eredményhirdetésen részt vett Kovács Ferenc polgármester, aki azt hangsúlyozta, a város számára elismerés, hogy 2016 után ismét Nyíregyháza ad otthont az országos verseny döntőjének. Mint mondta, az önkormányzat számára kiemelten fontos a munkáltatói igényekhez gyorsan igazodó képzési kínálat. Nyíregyháza stratégiailag fontos gazdaságfejlesztési lehetősége is a szakképzett munkaerő megtartása. Az a célunk, hogy az itt végzett diákok minél nagyobb számban maradjanak Nyíregyházán, itt tervezzék az életüket, nagyon-nagy arányban ez jelenleg így is van, csak amikor tanulmányokat befejezik és szembesülnek a helyzettel, máshol jobb fizetéseket ajánlanak, akkor ez máshogy alakul. Azt szeretnénk, hogyha ezeket a terveiket a Nyíregyházán tanuló diákok minél nagyobb arányban a városunkban meg tudják valósítani. A verseny házigazdája 6 év után másodszor is a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál technikuma volt, amit Évízként ismernek a helyiek. A szervezéssel kapcsolatos feladatokat az Országos Vízügyi Főigazgatósággal közösen látták el. Az oktatási intézmény komoly szerepet tölt be a vízügyi szakemberek utánpótlásában, az itt végzett diákokat pedig szívesen fogadják nem csak technikusként, de a felsőoktatási intézményekben is. Nagy öröm számunkra, hogy az egyik diákunk végül harmadik lett, illetve ha már itt lehet büszkélkedni, akkor a Szolnokon megrendezett tegnap előtti ágazati érettségi szakmai versenyen az első 3 helyezettet elhoztuk. Tehát az iskolában folyó szakmai munkát meg tudjuk mutatni, illetve büszkélkedhetünk azzal is, hogy az országban a legnagyobb létszámú osztályok, vagy a tanuló létszámban rendelkezünk, aki vízügyi képzésben részesül. Az eredményhirdetésen számos elismerést kaptak a diákok és a felkészítő tanáraik is. Az évízes Szabó Krisztina is szép eredménnyel zárt. Sokat készültem, tényleg nagyon sokat. Sokat számol, ugye az írásbelire is, szóbelire is, a gyakorlatra is. Meglepetés volt, egyébként nem is volt elég idő rá, de amennyire tudtam, megcsináltam. A legjobban teljesítő versenyzők a szakmai vizsga alól felmentést kaptak. A döntő sikerét mutatja, hogy az indulók közül ez mindenkinek sikerült, vagyis mind a 11 diák technikusi végzettséggel térhetett haza.